Sziasztok, Ádám vagyok, a Tekettőt nézitek, és az MSI P72QD notebookot látjátok, ami 17,3-szoros notebook, egy rendkívül szép Full HD felbontású kijelzővel. Nem csak felülről néz ki, illetve szemből néz ki nagyon jó, hanem felülről is, tehát minden szögből teljesen szép a szín megjelenítése, és az MSI TrueColor technológiának köszönhetően 100%-os sRGB szintén lefedettséget ígér vele a gyártó. A készülék egy átlagos méretű billentyűzetet kapott, amely háttérvilágítással is rendelkezik természetesen. Ezek nyomáspontja egyébként egészen jó. Van egy külön numerikus padunk, felül van bekapcsoló gombunk, illetve egy extra gombunk, és amivel a különböző színmódokat lehet váltani. Ami itt látható, van gamer mód, anti-blue, ami ilyen szemkímélő, van sRGB a legjobb szín megjelenítésű, van designer mód, office mód, illetve movie mód, tehát külön filmnézéshez. Maga a készülék fém burkolatot kapott, egy nagyméretű touchpad, illetve különálló egérgombokkal. Fedlapot, ha lecsukjuk, ez is szálcsiszolt alumínium, ami nagyon jól néz ki. Oldalról megnézve nem annyira vékony, van egy optikai meghajtunk, USB 2.0-ánk, SD kártya szlotunk, illetve tápcsatlakozónk. Valamint a másik oldalra került RJ45, egy USB 3.0, illetve így van, HDMI, DisplayPort, még kettő darab USB 3.0, valamint mikrofon és fejhallgató kimenet külön, ráadásul aranyozott. A gép elején vannak a hangszórók, illetve visszajelzőledek, alul pedig igazából nem kapunk semmi extrát, nem tudjuk kivenni az akkumulátort, az beépített a készülékházba. Ha ismételten felnyitom, ami viszonylag egyszerű, akkor megnézzük mindjárt a rendszert. Tehát így a jelszót, hogy sikerült beíratni, meg tudjuk nézni, Windows 8.1-el érkezik a notebook, elérhető lesz rá természetesen a Windows 10 frissítés. Látható, hogy a kijelző 1920x1080 pixeles matt felületű, ha ezt esetleg nem mondtam volna. Dedikált Nvidia grafikus kártyánkon, méghozzá az egészen újnak nevezhető GTX 960, amit itt éppen nem nagyon akar megjeleníteni az Nvidia drivere, de igazából tehát GeForce GTX 960M-et kapunk, 2 GB GDDR5 memóriával. A készülékbe került egy 256 GB-os M.2 SSD, valamint egy 1 TB-os HDD is. Ezen kívül láthatjuk, hogy Haswell alapú Intel Core i7-4720 HQ van benne, 4 darab 2,6 GHz-es maggal, valamint 16 GB memória. Ez volt tehát az MSI PE72QD notebook. Kövessetek minket továbbra is a Tekettőn. Sziasztok!